Soha nem csináltam még olyan videót, ahol kommentekre reagáltam volna, hiszen nyilvánvalóan mindig vannak olyanok, akik nem értenek velem feltétlenül egyet, és ez így is van jó, hiszen nem kell mindenkinek egyet értenie velem, nem nálam van a végső igazság, vannak különféle nézőpontok és igazságok más embereknél is, sőt ez pont ez a gyümölcsöző, pont ez a jó, hogyha ezeket a nézőpontokat az emberek megosztják a komment szekcióba, erről beszélgetések alakulnak ki, és így tovább, és ez így tök jó. Alapvetően számítottam rá, hogy az előző videóm, aminek az eredeti címe az volt, hogy 10 ok, amiért rossz magyarnak lenni, az erőteljes érzelmeket fog megpengetni, hiszen a nemzeti identitás az ott buzog mindenkiben, csak változó mértékben, hogy mennyire erőteljesen, és valamennyire ez is volt a célom, hogy kicsit felkavarja az állóvizet, hogy kicsit veszélyre hozza ezt a témát, és intelligens beszélgetések, viták alakulhassanak ki. Na hát az intelligens rész az nem igazán sikerült sok embernek egyébként, a különböző nézőpontú emberek között, és ezáltal úgymond előrébb tudjunk lépni. Viszont az már nem tetszik, hogy sokan olyan tévképzetekkel, sztereotípiákat, nem tudom, belemagyarázásokat aggatnak rám és a videóra, és véres szemmel fröcsögnek a komment szekcióba, aminek köze nincs a valósághoz, és ezeket a dolgokat szeretném tisztába tenni, mert sokan itt olyan sötétségben élnek, hogy nem is értem, hogy hogyan látnak ki a fejükből, és ezeket kell picit tisztába tenni itt, hogy miről is szólt ez a videó, miért csináltam, mi volt a célja a videónak, illetve nagyon sok érdekes kor lenyomata van itt gyakorlatilag a mai társadalmunknak, hogy hogyan gondolkodnak az emberek bizonyos kérdésekről, hogyan reagálnak másokra, hogyan reagálnak olyan emberekre, akinek eltérő a véleménye, vagy az ideológiája, vagy a párt szimpátiája az övéktől, és ezeket a kérdéseket nagyon érdekes megbeszélni, kicsit erről beszélgetni, hogy hogyan is néznek ki ezek most itt a mi magyar valóságunkban. A negatív kommentekre fogok reagálni egyébként, ami így megtévesztő lehet, mert lehet, hogy olyan érzése lesz ennek a videónak, hogy csak negatív kommentek jöttek, és fú, mindenkinek kiverte a biztosítékot, ez nincs így. A kb. 2000 kommentből egy 1500 komment legalább, de inkább olyan 1500-1700, az teljesen pozitív volt, még ha nem is értett velem feltétlenül teljesen egyet mindenben, de ezek az emberek legalább megértették a videónak a mondani valóját és a célját, és az elenyésző kisebbség volt az, aki így nagyon-nagyon félrement valami a kommunikációban, és nagyon egyszerűen szemlélik a világot és ezt a videót, és nagyon véres szemmel fröcsögnek a komment szekcióba, de ezekre fogok reagálni pontosan azért, mert most nem akarom felolvasni a velem egyetértő emberek kommentjét, nem önigazolásról szól ez a videó, hogy na látod, ő is egyetért velem, meg ő is egyetért velem, meg ő is egyetért velem, nem, hanem pont azokat a kommenteket akarom elővenni, akik nem értenek velem egyet, és beszélgetni ezekről a kérdésekről, mert fontos és érdekes kérdések. Hangsúlyozom, hogy ez a videó sem, ahogy az előző sem volt, de ez a videó sem politikai jellegű videó, nem az a cél, hogy meggyőzzük egymást a különféle párt szimpátiánkról, hogy ki a jobb, ki a rosszabb, kire kéne szavazni, ki tette tönkre az országot, meg ki nem tette tönkre, semmi ilyesmiről nincs szó. Ez a videó arról szól, hogy megnézzük azokat a viselkedésbeli és gondolkodásbeli torzulásokat, ami ahhoz vezet, hogy ahogy ebben a komment szekcióban is látszik, sokszor nem vagyunk képesek értelmes párbeszédre egymással, és a különböző gondolkodású emberek nem képesek kommunikálni egymással, és szerintem ebben van annak a kulcsa, hogy nem tudunk sokszor egyről a kettőre lépni itt ebben az országban, mert nem beszélünk egymással ezekről a kérdésekről, szóval ezekről lesz szó, és nem politikai meggyőződő, senkire nem akarom se a saját, se más politikai meggyőződéseit rá erőltetni, ezt mindenki döntse el maga, a lényeg az, hogy tudjunk beszélni ezekről. Én hiszem azt, hogy minden magyarországi pártnak a szavazói és a szimpatizánsai között vannak olyan értelmes, nyitott emberek, akik képesek leülni más pártok szavazóival és a másik oldal embereivel, és nyitott, értelmes, konstruktív vitákat és beszélgetéseket folytatni, csak hát sajnos nem ez a többség, de tök jó lenne, hogyha ezek az emberek példát mutatnának a többieknek, akár itt a komment szekcióban, akár más fronton is, hogy lehet ezt így is csinálni, sőt így kellene csinálni, mert ezzel lehet fejlődést elérni és tovább lépni. Természetesen itt ez a videó alatt is várom nagy szeretettel a kommentjeiteket, mindenféle emberét legyen, akármilyen ideológiájú, akármilyen beállítottságú, csak annyi lenne a lényeg, annyi lenne a cél, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni a komment szekcióban és ezekről a kérdésekről, és ne fröcsögjünk, úgyhogy írjatok, beszélgessetek a komment szekcióban, mert ez a lényeg ennek a videónak. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam csatorna, én Atis vagyok. A mai videónk témája pedig kommentekre reagálás az előző videómra. Péter Nagy írta, hogy ez nem arról szól, hogy miért rossz magyarnak lenni, hanem hogy mi a rossz Magyarországon. Lehet valaki magyar Svájcban is, őt ezek nem érintik annyira.
Nagyon sokan írtátok, hogy a címválasztás az nem a legjobb, hiszen nem feltétlenül arról szól, hogy miért rossz magyarnak lenni, miért rossz itt Magyarországon élni. És na, a tök érdekes téma lenne, és tök érdekes beszélgetés jönne ki abból, hogy mit is jelent igazán magyarnak lenni, ebben most nem menjünk bele. Egyetértek, a címválasztás nem volt a legjobb. Helyesebb az, hogy 10 ok, amiért rossz ma jelenleg itt Magyarországon élni. Erre egyébként meg is változtattam a videó címét, mert elismerem, hogy igazatok van ebben. Lehet szidni a kormány, de az ellenzék se jobb. Kis veres gyurcsótány kígyója vagy te, már megint csak a fekália folyik a szádból. Borzasztó érdekes az, hogy gyakorlatilag statisztikákat hoztam Magyarországról, amik bizonyos kérdésekből megmutatják az országunk helyzetét és állapotát és rangsorát a többi országhoz képest, és sokan ezt már egyértelmű politikai állásfoglalásnak érzékelték, és írták is a komment szekció, hogy meglepődtek, hogy ilyen egyértelmű politikailag kiléptem a színre, meg nem is tudom, mert itt láthatjuk ezekben a kommentekben is, hogy rögtön a kormányt szidom ezek szerint az én a videómmal. De hogy a fészkes fenébe tudnám a kormányt szidni a videóval, hogyha egy nyavajás mondatban nem hangzott ez el? Arról volt szó, hogy mik jelenleg ezek a körülmények bizonyos szempontokból, mint a depresszió, meg a fizetések, mi a helyzet jelenleg Magyarországon. Pont, hogy politikailag egy semleges videót készítettem, amit csak az vitt félre egy icipicit, hogy kettő mém becsúszott így a témával kapcsolatban. Ennyi volt csak, ami esetleg politikai utalás lehet, minden más az politikailag semleges volt. Ha azt mondtam volna, hogy azért csak az alkoholista Magyarországon, mert a Fidesz ezt meg ezt csinált, és ez a Fidesznek a hibája, az egy politikai állásfoglalás lenne? Vagy ha azt mondtam volna, hogy azért csak a depressziós ember Magyarországon, mert a Gyurcsány nem kicsit, hanem nagyon, akkor az egy politikai állásfoglalás lett volna, de erről szó sem volt a videóban. És nagyon érdekes ebből fakadóan az a logika, hogyha valaki meri kritizálni a jelenlegi helyzetet Magyarországon, akkor az egyből ellenzéki, és egyből nem kormány szimpatizáns, de nem értem a logikát, hogy miért. Tételezzük fel, hogy én olyan mély fideszes vagyok, hogy Orbán kép lóg az ágyam felett is, akkor én már vak vagyok minden problémára, akkor én már nem mondhatok kritikát az ország vezetéséről, vagy az ország jelenlegi állapotáról, akkor már nem veszem észre a problémákat, vagy nem beszélek róla. Ha fideszes lennék, akkor ugyanilyen formában elkészítettem volna ezt a videót. Mert nem tudom, emberek, hogy feltűnt-e, de a politikai pártok azok nem vallási szekták, akinek a vallási vezetőknek minden szavát el kell hinni és áhítattal kell figyelni. Emberek, képviseleti demokráciában élünk, na jó, illiberális demokráciában, ahol kiválasztjuk az általunk szimpatikusnak talált vezetőket, akiknek a programja, a metódusai, az, amit ígérnek, az nekünk szimpatikus, és aztán várjuk, hogy ez beteljesül, és ha nem teljesül be, akkor igenis jogunk van kritizálni, sőt, kritizálni is kell azt az adott politikai vezetést. Tételezzük fel, hogy a következő választásokon egy általam szimpatizált párt kerül hatalomra, akire én szavaztam, abban az esetben is a következő években ugyanúgy kritizálnám az ő tevékenységüket, bár ebben az előző videóban még csak nem is a kormány kritizáltam, a jelenlegi állapotokat, ugyanúgy kritizálnám az ország állapotát, ha azt látnám, hogy nem javul, nem fejlődik, nem változik, hanem stagnál vagy romlik, mert nem örök hűséget fogadtam, nem vak hűséget és követést, hanem olyan képviselő embereket választottam, akik az én érdekeimet képviselik, és ha ezt nem teszik, vagy nem jól teszik, akkor azzal nem vagyok elégedett. Ennyi. Pontosan azért nem mentem bele politikai kérdésekbe az előző videóban, és pontosan azért hagytam ki, és próbáltam politikai semleges videót készíteni, mert az a tapasztalatom, hogy ha politika kerül szóba, akkor az addig értelmes emberek átkapcsolnak ilyen fröcsögő ősemberekké, akik egyszerűen nem képesek az intelligens, racionális, értelmes vitára, hanem habzó szájjal egymásnak esnek. A másik szempont pedig, hogy Magyarország jelenlegi állapot a sok kérdésben az nem feltétlenül az elmúlt 10 évnek köszönhető, vagy abból fakad, mert tény, ami tény, hogy nyilvánvalóan mindig azok tudnak a legtöbbet tenni az ország helyzetért, akik aktuálisan kormányon vannak és hatalmon vannak, viszont azért volt nekünk egy rendszerváltásunk, és utána különféle politikai vezetéseink, volt nekünk több évtizednyi kommunizmusunk, volt nekünk trianonunk, volt nekünk két világháborunk, tehát elég sok mindent látott az ország az elmúlt 100 évben, vagy 120 évben, és ez mind hatással volt arra, hogy itt ma, jelenleg Magyarországon milyen problémák vannak, és ezekre a problémákra akartam felhívni a figyelmet párt színezet nélkül, mert ezekre megoldást kell találni. Te is csak egy soros pénzzel, te gyurcsányista, migránssimogató komcsi vagy. Ha nem tetszik itt, akkor el lehet húzni innen. Mennyire zseniálisan hatékony a kormányzati kommunikáció,
hogy az átlag ember szóról szóra visszamondja, mint a vallási mantrákat, amiket meg kell tanulni. Vagy mint az ovisok a hét napjait elmondják, hogy hétfő, kedd, mi is, szerda, ugyanígy Soros Bérent, Gyurcsány Simogató, és így megtanulják az emberek, és szépen visszamondják, amit kell. És mennyire megkönnyíti az életet egyébként, mert nem kell gondolkodni, nem kell kétségbe vonni, hanem kapsz egy kész világot, egy nagyon lebutított, nagyon buta kis egyszerű világot, de annak kész határai és szabályai vannak, ami szerinte élhetsz. Mennyire szép lehet egyébként ilyen egyszerűen szemlélni a világot, néha irigyelem ezeket az embereket, hogy megvannak a szerepek, megvan, hogy minden problémára ki az a gonosz, aki okozza őket, megvannak a jók, akik felveszik a harcot a gonosz ellen, és akiket támogatni kell. Nem kell mindenféle oldalon készült sajtótermékeket olvasni, nem kell értékelni magadban a közéleti és politikai eseményeket, nem kell vitázni és megismerni más emberek gondolkodását, nem kell önreflexiót gyakorolni, nem kell újra értékelni a hiteidet és a gondolataidat az új információk alapján, semmit nem kell, minden megvan szépen egyszerűen, mint a mesében. Csak tudnám, hogy miféle tanulmány vagy felmérés alapján keletkeznek ezek az eredmények. Elárulom, hogy Magyarország még a top 10-ben sincs benne az elhízott országok listáján, de még nagyobb poén, hogy Amerika sem. Ha bármiről pontos információt akarsz, akkor nem magyarul keres rá. A videóban található adatok 90%-a az különféle nemzetközi forrásokból, statisztikákból származik és dolgozik, olyan nemzetközi és megbízható szervezetektől, akik nem évek, hanem évtizedek óta csinálják már ezt. A videóimra egyébként általában véve is jellemző, hogy több mint háromnegyed részben külföldi forrásokból származik, és angol kutatásokból, forrásokból dolgozok. Ennek a nagyon egyszerű oka van az, hogy nagyon-nagyon sok dolgot egyszerűen nem fordítanak le magyarra, és ha csak magyarul olvasol dolgokat, akkor csak egy töredékét látod az egész képnek. Magyarul azért szoktam egyébként beletenni képeket és statisztikákat, hogy azoknak is könnyebb legyen a megértése a videóban elhangzott információknak, akik nem tudnak angolul, és mondjuk nem tudják úgy értelmezni az ábrákat. Az általad említett statisztika egyébként az Organization for Economic Cooperation and Development, vagyis az OECD 2017-es adataiból származik, akik több mint 60 éve foglalkoznak ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel, és több mint 37 ország tagja ennek a nemzetközi szervezetnek, amik szolgáltatnak adatokat és segítenek abban, hogy minél pontosabb képet kapjanak jelenlegi helyzetről, köztük Magyarország is. Nyilván lehet mindenben kétkedni, minden adatban, minden statisztikában, de ha egy ilyen szervezetnek nem hiszel, akkor teszem fel a kérdést, hogy kinek fogsz. Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Ez a videó után kezd egyre jobban úgy tűnni, hogy te embernek hitvány vagy, vagyis nem vagy magyar, csak országlakó. Jürgen Klopp nem csicsázta túl a dolgot, ő csak egészen egyszerűen bekérdezett, és azt kérdezte, hogy román vagy? Na, ezek a kommentek és ezek a hozzáállások gyönyörűen lefestik azt, hogy miért partalanok sokszor a viták és a beszélgetések Magyarországon a különféle gondolkodású emberek között, vagy miért van az, hogy egyáltalán el sem indulnak, mert aki bármilyen formában is kritizálni meri az országot, az egyből hazaáruló. Nem is értem az alap logikát sem, hiszen attól, hogy valamit szeretsz, miért ne kritizálhatnád? Lehet, hogy pontosan azért kritizálod, mert szereted és szeretnéd jobbá tenni, szeretnél itt élni, szeretnéd, ha fejlődne, és pontosan ezért kritizálod, hogy ezt elérhessd. Attól, hogy valamit kritizálsz, még ugyanúgy szeretheted, sokszor pont azért kell a családtagjainknak, gyerekeinknek, barátainknak, számunkra fontos embereknek megmondani, hogy figyelj, te most hülye voltál, vagy hülyeséget csináltál, vagy ezt ne folytasd ilyen formában tovább, mert szereted és szeretnéd megóvni, és azt szeretnéd, hogy neki jobb legyen, és nincs ez másként Magyarország esetében sem. Nem tudom, miért olyan elképesztő az a gondolat, hogy nem csak a jobboldali beállítottságú emberek szerethetik az országot, és érezhetik azt, hogy ők magyarok, és szeretnek magyarok lenni, hanem bármilyen beállítottságú emberek, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy más megoldásokban, más metódusokban látják a fejlődés lehetőségét, mint a más oldalon lévő emberek. Én rengeteg fiatal esetében látom azt a feszültséget, mert nyilvánvalóan fiatal vagyok, sok fiatallal beszélek, illetve csatornám kapcsán sok komment, hozzászólás, üzenet érkezik, hogy sok fiatal szeretne itt élni, de egyszerűen nem látja a jövőjét, és azért kritizálja az országot, mert pont, hogy benne van ez a kettős feszültség, hogy maradna, de nem látja a jövőjét, hogy 30 évesen el tud költözni otthonról a mama hotelből, mert nincs olyan fizetés, hogy ezt megtegye, hogy fussa az iszonyatos albérletárakra, hogy enni is tudjon, és ne talántán még félretenni is, és jövőt tervezni is, és megélni boldogan és elégedetten ebben az országban. Tehát ezt a kettős feszültséget látom sokszor, hogy az országot szereti, és szeretne itt lenni, és itt szeretné elképzelni a jövőjét, csak nem tudja.
De ez a gondolkodás egyébként egy általános emberi tulajdonság és hiányosság is, egy kognitív torzítása úgy tetszik, hogyha vannak dolgok, amiket nagyon szeretünk, az sok ember hajlamos az identitásának a részévé tenni, gyakorlatilag egyé válik vele, és onnantól kezdve, ha kritizálod azt a dolgot, olyan, mintha őt kritizálnád, személyes sértésnek veszi, és nem képes róla racionálisan vitázni, hanem rögtön támad, rögtön agresszív, rögtön elküld az anyádba. És nem képesek intelligensen vitázni a kedvenc zenéjükről, a kedvenc filmjükről, a kedvenc animéjükről, a kedvenc foci csapatukról, a kedvenc automárkájukról, semmiről, mert ez rögtön személyes támadás, és így a politikai hovatartozásukról vagy az ország helyzetéről sem képesek intelligensen vitázni. És akármennyire nem akarok politizálni ebben a videóban sem, a téma kapcsán azért meg kell említenem, hogy jelenleg az uralkodó kormány, politikai párt narratívája is ezt erősíti, hogy ne vitázunk, ne beszélgessünk, mert aki kritizál, az rögtön hazáruló, és rögtön tönkre akarja tenni Magyarországot. Illetve egy olyan országban, ahol a miniszterelnök nem hajlandó válaszolni akármilyen újság kérdésére, és nem hajlandó politikai vitákban részt venni, mondjuk választásokkor, ott az nem azt erősíti, hogy nem azt támogatja, nem azt a példát mutatja, hogy igenis üljünk le vitázni, hanem azt mutatja, hogy szard le, hogy ki mit gondol, csináld azt csak azt, amiben te hiszel és amit te jónak gondolsz. Azzal szeretné hűíteni a kisgyerekeket, hogy Magyarország maga a pokol? Lehet, hogy a valuta nem ér annyit, mint sok európai országban, nincs akkora gazdagság, mint például Svédországban, de azért nem kell tervek nélkül elmenni gazdagabb országokba, mint egy bevándorló. Nagyon szeretem az ilyen kommenteket, mert gyönyörű példái az elvakultságnak, a belemagyarázásnak, az elferdítésnek, a túlzásoknak és a szövegértelmezési problémáknak így egyben. Egyrészt senki nem mondta azt, hogy Magyarország maga a pokol. Arról volt szó, hogy vannak különféle problémák, vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen meg kell oldani Magyarországon azért, hogy jobban élhessünk és jobb életünk legyen itt Magyarországon. Senki nem mondta azt, hogy az ország maga a pokol. Illetve egy szóval nem mondott el az, hogy bárki is menjen le egy gazdagabb országba, vagy bármilyen más országba, nem is értem a kommentelő az, mit szívott, hogy behalúzza ezeket az információkat, senki nem mondott ilyet. A videó arról szólt, és az volt a célja, hogy felhívjuk a figyelmet különféle problémákra, vitázzunk róla, beszélgessünk róla, keressünk megoldásokat ezekre a problémákra, illetve az általunk szimpatikusnak látott politikai pártoknak, vezetőknek, képviselőknek hívjuk fel a figyelmet ezekre a problémákra, és üssük át, hogy foglalkozzanak vele, és együtt teremtsünk egy olyan országot, ami sokkal élhetőbb. Tehát a kommentírója a saját kis fiktív univerzumában él, és köze nincs a valósághoz és az előző videóhoz. Akkor én most feltételezem, lesz ebből egy ellentétes videó is, tehát 10 ok, amiért jó itt élni. Szerintem annak ellenére, hogy nem vagyunk a legerősebb ország, megvannak az indokok Magyarország mellett. Rengetegen írtátok, hogy jó lenne akkor egy olyan videó, hogy miért jó Magyarországon élni, 10 ok, amiért jó Magyarországon élni, viszont sokkal nehezebb egy ilyen videót összerakni, mint ahogy gondolnátok, és sajnos az egy szomorú valóság, hogy még egy 10 dolog, amiért rossz Magyarországon élni, 2 másik részvideót játszik könnyedséggel össze lehetne rakni, addig egy ilyen videót, ami statisztikailag megalapozott és kimutatott, azt nagyon nehéz. Ki is írtam a csatorna közösségi füléről, hogy írjatok ilyen pozitív dolgokat, és több mint 500 komment érkezett is, és noha sok jó dolgot írtatok egyébként, mint hogy szép és nehéz a magyar nyelv, meg sok Nobel-díjasunk volt, meg sok díjazott sportolónk volt, dicső történelmi múltunk, fenséges, fantasztikus költészetünk és költőink, nagy történelmi személyiségeink, sok találmányt találtunk fel, és így tovább. És ez igaz is, és ez gyönyörű, és ez fantasztikusan jó dolog, csak ezektől még jelenleg itt ma Magyarországon nem lesz jobb élni. Azok már inkább jobb tények, hogy például termál víz nagyhatalom vagyunk, vagy hogy nincsenek szélsőséges időjárási elemek a hazánkban, mint a tornádók és hasonlók, vagy hogy nincsenek veszélyes egzotikus állatok, mint a skorpiók, kígyók, pókok és így tovább. Sok esetben azt látom, ami tök érdekes dolog, hogy az emberek nem képesek különbséget tenni az olyan objektív, általános, statisztikailag kimutatható tények között, mint mondjuk az ingatlanárak vagy a fizetések, és az olyan nemzeti identitáshoz tartozó dolgok, mint a dicső történelmi múlt, a büszkeség, a nemzeti érzelmek és tovább, és hogy összemossák ezt a kettőt. Érkezett egy komment, ami tök jól mutatja ezt a kettősséget, és tök jól reprezentál ezt a kaotikus hozzás, hogy egyszerre szeretjük és egyszerre nem szeretjük, a történelmi múltat szeretjük, a mostanit nem szeretjük. Így szól a komment. Hát amiért a magyar jól érzi magát, mert magyar és büszke rá, azok statisztikai adatokkal nem mérhetőek. Én is szégyellem, hogy magyar vagyok, de közben imádom a hazám, a gazdag történelmem, a kultúrámat és a tájat. De ez téged nem érdekel, mert tudod, hogy a komment szekcióban egymásnak ugranak az emberek, ami újabb kattintást jelent, több kattintás, több pénz. Szánalmas vagy, hogy ilyet csinálsz, ahelyett, hogy közelebb hoznád egymáshoz a magyar embereket, éket versz közéjük. Mi lenne, ha lenne 10 ok, amiért jó magyarnak lenni videó? Gondolom, az nem örvendene ekkora nézettségnek jobb keseregni. Többen vádaskodnak azzal, hogy a nézettségért csináltam ezt a videót, noha aki kicsit is ismeri a munkásságomat, az pontosan tudja, hogy magasról
nézettségre. Számomra nem ez a fontos. Én érdekes, aktuális, hasznos témákról készítek videókat, vagy bármi olyasmiről, amiről úgy gondolom, hogy kicsi értéket is adhat az embernek, és egy kicsivel is többként távozhat a videókból, mint ahogy leült elé. Számomra a nézettség egyetlen szempontból fontos, hogy minél több emberhez eljuttassam az üzeneteimet, amik szerintem fontosak tudnak lenni. Tehát például készítek egy videót a családon belüli erőszakról, vagy az alkoholizmusról, vagy a depresszióhoz. Nyilvánvalóan minél több emberhez jut el, annál több embernek tudhat segíteni, és nekem ilyen szempontból fontos csak a nézettség. Ha nézettséget akarnék csinálni, akkor csinálnám azokat a fostalicska, semmitmondó tartalmakat, hogy 24 óráig rózsaszín kaját ettem, meg csípős leves kihívás, meg TikTok trendeket alkotnék újra, meg ilyen szarságok. Valamint fogalmi problémák is vannak, mert ez a videó nem kesergés. Attól, hogy elmondasz problémákat, az egy probléma felvetés, de nem kesergés. Akkor lett volna a kesergés, hogy elsírom magam a videóban, hogy jaj, de rossz itt tenni Magyarországon. Nem, azért dobtam fel ezeket a problémákat, hogy lássuk őket, realizáljuk őket, és beszéljünk róluk, és próbáljunk javítani rajtuk. Az embereket pedig kicsit sem kell egymásnak ugrasztani és éket verni közéjük, megteszik ezt ők bármilyen politikai témában, de még csak politikai téma sem kell hozzá, bármilyen közéleti témában, vagy celebek összevesznek, mindenkinek megvan a véleménye, mindenki anyázza a másikat 5 perc után, tehát nem kell erre rá gerjeszteni és ráerősíteni semmit. Én pont, hogy ezekkel a videókkal az értelmes, intelligens párbeszédet és kommunikációt próbálom erősíteni, itt a komment szekcióba, interakcióba tudjanak lépni egymással az emberek. A következő komment az zseniális, így szól: korrupció? Ki a korrupt? Szerintem maga a korrupt. Tudja mit, Hoplita Bandi, tudja mit? Szerintem meg maga a korrupt. Igenis, maga. Illetve hiába nem az a célod, hogy gyűlölködés szíts, valahogy azért mégis sikerül. Én statisztikai tényeket mondtam el egy videóban, hogy ez a helyzet most itt Magyarországon, és senkit nem hibáztattam ezért a helyzetért. Nem mondtam, hogy ez a politikai párt a hibás, vagy ez a csoportosulás, vagy ez a kezdeményezés, vagy ez a csoport, vagy akárki a hibás. Én tényeket mondtam el. Az emberek azok, akik nem képesek úgy megvitatni dolgokat és problémákat, hogy ne kezdenék el azonnal rákenni valakire, hogy ő a hibás, és ő cseszte el, és ő csinálta ezt, és ő pénzeli ezt, és ez a háttérhatalom, és nem tudom, mert mindig sokkal könnyebb kenni valakire és gyűlölködni, mint hogy konstruktívan beszélgessünk ezekről a problémákról. Mert ugye nem mi magyarok, magyar emberek, akik alkotjuk ezt az országot, vagyunk a hibásak, hát önmagunkkal sokkal nehezebb szembenézni és felvállalni azt, hogy mi is elcsesztük, ők is elcseszték, a múltban is elcseszték, a jelenben is elcsesztük, és akkor már mindenki elcseszte, akkor próbáljunk valami pozitívat építeni együtt. Nem, sokkal könnyebb, sokkal nehezebb szembenézni ezzel, sokkal könnyebb rákenni valakire. Ha már van 10 okod, akkor menjél külföldre és beszélj más nyelvet. Aki rosszul érzi magát ebben az országban, az költözzön minél előbb innen. Leiratkoztam Atikán, menj ki külföldre, aztán max szájthatsz pizzát, meg kutyának néznek. Az alábbi emberek logikája szintén szélsőséges, szintén nem kooperatív, és szintén nem nyitott a párbeszédre. Mit tudnak ezek az emberek tulajdonképpen? Hogyha nem tetszik, amit itt találsz, akkor húzzál el külföldre. Tehát nincs az, hogy beszéljük meg a problémákat, oldjuk meg, nézzük meg, hogy hogyan lehetne neked is jó, nekem is jó, hogyan teremthetnénk valamilyen kompromisszumot vagy közös jót. Nem, ha valami nem tetszik, el lehet takarodni. Csak ezek az emberek abban nem gondolnak bele, hogy mit tudom én, 10 év múlva pont az ellentétes politikai beállítottságú emberek lesznek hatalmon, és majd nekik nem fog tetszeni valami, és ők emelik fel a szavukat, és nekik mondják azt, hogy na akkor el lehet innen takarodni az országból, akkor meg ők lesznek megsértődve, noha 10 évvel ezelőtt ők mondták ugyanezt. Arról megint csak nem is beszélve, hogy azt mondják úgy, hogy el lehet innen takarodni, sok fiatal meg mit mond, hogy jó van akkor, látok meg, akkor elmegyünk innen, viszont miután meg már elmennek az országból a jobb élet reményében, akkor meg ők lesznek a hazárulók, noha pont ők mondták, hogy el lehet innen menni. Azért is borzasztó buta ez a logika, mert az élet más területén sem érvényes és nem életszerű. De veszekedtek a pároddal, azt mondja neked, hogy mosogathatnál te is többet, mert mindig neki kell mosogatnia, te meg azt mondod, hogy ha nem tetszik, akkor el lehet innen takarodni, akkor lehet más párkapcsolatba menni. Vagy azt mondod a munkahelyeden a főnöködnek, hogy hát főnök, vannak problémák, vagy bizonyos kolléga nem tudom, nem úgy dolgozik, ahogy kellene, és akkor azt mondod a főnököd, hogy nem tetszik, ami van a munkahelyen, akkor el lehet takarodni másik munkahelyre. A másik gondolkodás, ami logikai zsákutca, az az, hogy lehet, hogy itt rossz, de nézd meg Afrikában, ott még rosszabb. Most ezt a logikát az élet más területeire is alkalmazzuk, az olyan, mintha azt mondanád, hogy hát alkoholista a férjem, de nem baj, mert nézd meg a terikét, őt még veri is. Vagy megcsalt az asszony, de nem baj, mert a felének még csaja sincs, hogy ez még mindig jó, ez így tök jó. Nem szólok semmit érte.
Vagy igazságtalanul kevés a fizetésed ahhoz képest, hogy mennyit, milyen minőségben, milyen szaktudással dolgozol, és akkor azt mondod, hogy ha nem baj, mert a nem tudom kinek, a Lacinak még kevesebb. Az, hogy más helyen még rosszabb, az tényleg jó egyfajta viszonyítási alapként, hogy tudjuk értékelni azt, hogy nekünk mi az, ami megadatott, mi milyen szinten vagyunk, és tényleg hálásak legyünk azért, hogy ez legalább nekünk megvan. Viszont ugyanúgy, hogy negatív irányban, ugyanúgy, hogy pozitív irányban is érdemes összehasonlítani, hogy teljes képet kapjunk. És attól, hogy nekünk van még egy bizonyos szintű életszínvonalunk, vagy életkörülményeink, ami jobb, mint másoké, az nem jelenti azt, hogy ne kéne törekedni arra, hogy még jobb legyen. Dalma azt írja röviden, hogy egy-egy helyen a képek, amik szerepelnek a videóban, az adatok nem egyeznek azokkal az adatokkal, amiket szóban elmondtam. Az adatok egy-két helyen azért térnek el, mert mindig próbálom képileg is reprezentálni azt, amit mondok, hogy sokkal könnyebben fel lehessen dolgozni, viszont nem mindig találtam meg abban az adott évben készült kutatáshoz pontosan ugyanazokat az adatokat, ezért vagy egy évvel előtti vagy utáni adatokat tettem, amiről volt képi anyagom, ugye, és találtam az interneten. Így viszont előfordulhatott, hogy egy helyen lentebb volt, vagy fentebb volt, vagy máshol volt, de úgy gondoltam, hogy ezt így fogják tudni érteni az emberek, hogyha 2017-et mondok a videóban, a képen pedig 2016 van, akkor értik, hogy ez majdnem az az adat, de mégsem az, de valóban ez így félre érthető lehet ilyen formában. Ezzel egyetértek. Zombie Gamp Léli zseniális kommentet írt, nem vagy igazi magyar, szétjen. Zombika 10 évesen úgy gondolt, hogy két Minecraftozás között jól odapörköl. Most aztán jól megmondja, hogy milyen az igazi magyar, de még a szégyen szót sem sikerült magyarul leírni, ugye? De hát ilyen egy igazi magyar látjuk. Akumi írta, hogy tulajdonképpen kap be Atis, bírlak, de ez most sok volt, te is rátettél egy lapáttal a nemzeti depressziónkra, köszi. Tehát te azt mondod, hogy van egyfajta nemzeti depresszió a hazánkban, gondolom itt arra utalsz, hogy sok probléma van, van a jelenben is, volt a múltban is, és ennek a megoldatlanságából fakadóan van egyfajta ilyen nemzeti depresszió és szomorúság jelen az életünkben, és azt mondod, hogy erre én most ráerősítettem egy lapáttal. Tehát milyen gondolkodás ez? Tehát akkor mit kellene csinálni ezzel a nemzeti depresszió? Dicsérgetni magunkat, meg győzködni magunkat, hogy jaj, nem is olyan rosszak ezek, vannak ám itt jó dolgok is, hogy figyelmen kívül hagyni ezeket a problémákat, vagy micsodát? Mikor egy depressziós embert kezelnek, akkor mit csinálnak szerinted? Megpróbálják azonosítani a problémákat, a gyökér problémákat, azokat az élményeket, tapasztalatokat, amik okozói ezeknek a tüneteknek, megpróbálják azokat semlegesíteni, elvenni az erejüket, megpróbálják átformálni őket, vagy a hozzáállását az embernek ezekhez a bizonyos múltbeli tapasztalatokhoz, és így feloldani ezeket a dolgokat, de nem azt mondja a pszichológus a depressziós embernek, hogy figyelj, ne figyelj oda, beszéljünk jó dolgokról. Ha van ez a nemzeti depresszió, amit említesz, azt is ugyanilyen módszerrel kellene megoldani, nem? Megtalálni ezeket a problémákat, azonosítani, beszélgetni róluk, feloldani, vagy megváltoztatni, vagy terveket kitalálni a megoldásukra, javításukra, és ha megoldanánk ezeket a problémákat, akkor természetéből fakadóan a depresszió is megszűnne. 36 éves vagyok. A családom és a közeli ismerőseim sosem éltek még ilyen jól. Jegyzem meg, kb. Senki nem váltott munkát vagy ment külföldre. Van szép nagy ház, autó, gyerek, örülünk annak, ami van. Ez tipikus példája a szélsőségesen induktív gondolkodásnak, az annak a fajta gondolkodásnak, hogy az ember tapasztal valamit a saját kis életében, a saját környezetében, és amit lát, abból általános tapasztalatokat és általános konzekvenciákat, következtetéseket, törvényszerűségeket von le, hogy akkor ez így van mindenhol az egész országban. Az lehet, hogy te és az ismerőségi köröd jól él, ez tök jó, és örülünk neki, hogy ilyen jól megy minden, de attól még ma Magyarországon 125 ezer gyerek él mély szegénységben. Illetve az Eurostat 2017-es statisztikája szerint az emberek, magyarországi emberek 31,9%-ának nem telik új ruhára, nem telik internetre, és nem telik különféle alap dolgokra sem az életében. Tehát próbáljunk már meg egy kicsit kilépni a saját buborékunkból, és kinézni belőle, mert az oké, hogy mi és a környezetünk az adott társadalmi réteg, ahol mi élünk, az éppen jól él, de attól még van rajtunk kívül ott még pár millió ember Magyarországon, akik nem biztos, hogy ugyanolyan jól élnek. Melandi azt írja, hogy az nem tetszett neki nagyon, és csalódott, hogy én a kormány család támogatási projektjéből viccet csináltam, és így tovább. Mondtam, beszéljünk erről a kérdésről, mert itt ez félreértésre adhat okot. A gyerekvállalás támogatásával semmi problémám nincs, tök jó dolog, aki szeretne gyereket, de anyagilag nem áll úgy, akkor ezt segítségül tudja venni, és ez lehetőséget adhat neki, hogy bele tudjanak vágni a baba projektbe, tök jó dolog, semmi probléma nincs vele. A probléma az a szűj egy még egy magyar mozgalommal és annak kommunikációjával van, és erre vonatkozott a mém is,
mert ennek a kommunikációja egyszerűen összeegyeztetetlen az én értékeimmel, mert azt mondja, hogy ha te nem szülsz gyereket, és legalább kettő gyereket, akkor te hazáruló vagy, te tönkreteszed az országot, és akkor nem tudom, te valami szörnyűséges ember vagy. És hát nőként meg külön, tehát ha nem szülsz gyereket nőként, akkor te nem is vagy magyar, meg nem is vagy igazi nő, hanem te csak valami szánalmas, valami nem tudom micsoda vagy, valami véglény. Tehát én személy szerint azt vallom, hogy egy nőnek nem a létezésének egyetlen értelme és célja az, hogy ő gyereket szüljön és gyereket neveljen, meg én nem tudok azonosulni az ilyen hagyományos konzervatív értékekkel, hogy a nőnek a konyhában a helyez, és ehhez hasonló, én úgy gondolom, hogy mindenki döntse el maga, hogy mit szeretne kezdeni a saját életével, és ha szeretne gyereket szülni, akkor szíve joga és szüljön annyit, amennyit csak szeretne, ha viszont nem szeretne gyereket szülni, akkor se érje semmilyen hátrányos megkülönböztetés és kirekesztés és támadás, hanem mindenki hagy dönthesse el, hogy mit akar kezdeni a saját életével, és ez a kampány pedig egy borzasztó uszító és gyűlöletkeltő volt, ezért készítettem róla mémet, de ez nem a gyereknevelés, gyerekszülés és családalapítás ellen szólt. Na, az ilyen kommentek pedig teljesen komolyan vehetetlenek, ez az önmagát lejárató komment esete, így a névvel kiegészítve pedig zseniális, és csak berakom ide így csemegének, kicsit csemegézni az ilyenekből. Csaba Kálmán azt írja, hogy na jó, azt a 10 okot inkább meg se hallgatom. Csaba az igazi, jó, ízes, átlagember, aki, hogyha olyat lát, amivel látja, hogy nem fog egyet érteni, akkor inkább megcsinálja, hogy eltakarja a szemét meg a fülét, hogy jaj, nehogy valami olyasmit lássak, amivel nem értek egyet, jaj, nehogy véletlenül valaki másnak esetleg igaza legyen, vagy nehogy véletlenül gondolkodnom kelljen, vagy összeegyeztetni információkat a saját hiteimmel, értékeimmel, információmmal, és így tovább. Jujjujjujjujjujj, azt nem. Még a végén meginogna a végletes, szélsőséges és végtelenül egyszerű világképem, és hát azt nem tudnám elviselni. Na hát az ilyen emberek miatt nem tudunk egyről a kettőre lépni, akik arra sem hajlandóak, hogy egyáltalán meghallgassák a másik véleményét, és mindent így szemellenzővel kizárnak, hogy fúj, menj el tőlem, de így hogy várjuk el, hogy tovább lépjünk egyről a kettőre, közösen, együtt, valahogy. Komolyan van, aki létrehoz egy ilyen videót? Ezzel is csak azt támasztják alá, hogy minden magyar melankolikus búva. Nem már, legyünk már ennél kreatívabbak, elvártam volna egy ilyen tanulom magam csatornától, hogy akkor már 10 pozitív dolgot szed össze, mert 10 negatívat bárki össze tud hozni, atya ég, de most tényleg. Igazán nem értem azt a logikát, hogyha a pozitív dolgokat mondogatjuk magunknak állandóan, jaj, de jó, és ignoráljuk a negatív dolgokat, azzal mivel lesz jobb? Pont attól lesz jobb, hogyha fogjuk a negatív dolgokat, és pozitívat csinálunk belőle. A pozitív dolgoknak olyan szempontból igenis van létjogosultsága, hogy ne csak a negatív oldalát nézzük meg egy dolognak, mert akkor megint csak szélsőséges és egyoldalú a gondolkodásunk. Nézzük meg mondjuk Magyarországon a negatív dolgokat, nézzük meg a pozitív dolgokat is, és akkor kapunk egy teljes képet, hogy mi a pozitív és mi a negatív, és hol lehet érdemes fejleszteni, mi az, ami jó, és tartsuk meg. És elismerem azt, hogy mind a kettőnek van létjogosultsága, de akik azt mondják, hogy a pozitívakról beszéljünk, legyünk pozitívak, nézzük a pozitív oldalát, és ne legyünk ilyen búvabb***ak, mert jója az nem szabad, mert csúnya, mert rossz, mert nem működik, az nem életképes ez a logika. Mindkettő egyaránt fontos, őrizzük meg és fejlesszük még tovább azok a dolgokat, amik már jól működnek, és tegyük pozitívvel azokat a negatív dolgokat, amik meg nem működnek jól az országunkban és az életünkben. Nos, hölgyeim és uraim, ennyi volt már a mai tanulom magam videó. Még egyszer azért csináltam külön egy ilyen videót, mert fontosnak találtam, hogy azokat a csúsztatásokat, félremagyarázásokat, belemagyarázásokat, fröcsögéseket, amik voltak a komment szekcióban, igaz elenyésző kisebbségben, de azokra reagáljak, és részben azért is, mert ezek fontos gondolkodásbeli, viselkedésbeli torzulásokra mutatnak rá, azokra a dolgokra, hogy miért nem tudunk egyről a kettőre lépni, miért van az, hogy nem kommunikálunk egymással, nem vagyunk nyitottak a másik oldalra, nem hallgatjuk meg, nem érvelünk, és így tényleg nehéz előrelépni ebben az országban, ha vannak felek, akik nem hajlandóak kommunikálni egymással, és nem hajlandóak együttműködni egymással. És pontosan az volt ennek a videónak a célja, hogy rávilágítsak arra, hogy miért nem jó és nem hatékony se az ember szintjén, se a társadalom szintjén ilyen beszűkülten, egyoldalan, egysíkúan, elzárkózva gondolkodni és nem nyitni a másik oldal felé, és hogy itt ez a videó is lehetőséget teremtsen arra, hogy a komment szekcióba beszélgessünk ezekről a kérdésekről, osztjuk meg egymással a gondolatainkat, és hogy tőlem eltérő gondolkodású emberek is ugyanúgy leírhassák, hogy ők mit gondolnak, ők hogy látják intelligens formában, és tök jól tudunk beszélgetni ezekről a kérdésekről, és már közelebb tudjuk hozni ezeket az oldalakat egymáshoz. Nem azt mondom, hogy itt egyszer majd világbék lesz és szeretet, és mindenki ölelgeti egymást az utcán, de ha már együtt tudunk működni kooperatívan, azért, hogy közösen teremtsünk egy élhető országot mindenkinek, ahol mindenkinek jó élni, akkor miért ne tennénk meg ahelyett, hogy gyűlölködve fújjunk a másikra. Ennyi volt a lényeg ennek a videónak, működjünk együtt is, és együtt teremtsünk valami jót. Ennyi.
Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze mondjátok el a véleményeteket a komment szekcióban, de ezt már előzetesen kifejtettem, hogy mondjátok el a véleményeteket. Illetve ott van még a Tanulom Magam Facebook oldala, a Tanulom Magam Tanulók Facebook csoportja, oda is látogastok el, illetve a Tanulom Magam Patreon oldala, ha egy kisebb összeggel szeretnétek támogatni az én kis csatornámat. Ott van még az Atis Instagram is, hogyha velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat szeretnétek látni, akkor csekkoljátok le, kövessétek be. És ennyi nagyjából. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!